A Magyarországi Baptista Egyház Philadelphia Integrált Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ 116 éve nyújt időseknek bentlakásos ellátást, illetve 15 éve alapszolgáltatást. 2011-ben Kiskörösváros önkormányzatától a Philadelphia intézmény az összes alapszolgáltatási feladat ellátását átvette. Ide tartozott akkor a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása. Ettől kezdve két telephelyen működtek ezek a szolgáltatások, ami megnehezítette a dolgozók munkáját. Korábban két telephelyen nyújtottunk alapszolgáltatási feladatokat, a Seres Sámuel utca 8 szám alatt és a Kossuth Lajos utca 27 szám alatt a jelenlegi hagyományok házában. Ugye két telephelyen nem túl egyszerű és nem túl könnyű a szolgáltatást irányítani szakmailag és fizikailag is, ezért régi vágyunk volt, hogy egy közös telephelyre költözön az összes alapszolgáltatás. A központ munkatársainak vágya az elmúlt időszakban megvalósult, nemrégiben egy egyesített, igényes beltérrel rendelkező épületbe költözött át az intézmény. Az elmúlt másfél év során a COVID időszak alatt történő bezárások és lezárások alatt volt lehetőségünk a szakmai és a fizikai összerendeződésre, összeköltözésre. Ekkor kezdtük el az alapszolgáltatásokat egy helyre költöztetni, és miután újra megnyithattak az intézményeink, akkor már egy új helyen tudtunk ennek helyet nyújtani, helyet biztosítani. Az épület előső részében 30 időssel 3 gondozó foglalkozik, míg az épület hátulsó felében 24 fogyatékkal élőt képességeiknek megfelelően kis csoportos foglalkozások keretében 4 gondozó fejleszt. A gondozók célja a jó kedven és a fejlesztésen keresztül sikerélményekhez juttatni a gondozottakat. Kicsit féltünk ettől az összeköltözéstől, ugyanis teljesen más ellátási típusról van szó. De nagyon kellemesen csalódtunk az összeköltözést követően, hiszen egymást segítik, egymást támogatják a két különböző korosztály és különböző ellátási csoportba tartozó ellátottaink. Nagyon szeretik egymást. A központ közel 170 adag ételt biztosít a szociális étkeztetés keretén belül. A munkálatok nem fejeződtek be, hátra van még a Kossuth Lajos utca felüli homlokzat felújítása, az udvar parkosítása és az udvaron lévő melléképületek lebontása.